Én már fönn vagyok, ne hagyjatok, félek. Először én. Sziasztok, egy picit gyertek közelebb, léci, mert mondanánk pár szót. Ott fönt is hallatok, a fönti autóknál? Ott is jó. Akkor várunk egy pár percet, gyertek, légy szíves, közelebb egy picit. Köszönöm. Mondtál, támogod négyet. Jó az így. Hát nem. Akkor ha tudtok figyelni, akkor nem is kell sokkal közelebb jönni. Akkor szeretnék benneteket üdvözölni először én itt az első érdi szocialista autóipar remekeinek seregszemléje találkozón, ami úgy tűnik polgármester úr által olyan információkat kaptam, hogy nem az utolsó, hanem csak az első. És akkor a jövőre nézze meg, ő fog nektek mindenféle fontos infókat mondani, hogy mik lehetnek még az alternatívek, hogy miket tudunk itt még esetleg csinálni ezen a napon. Ezt most vegyétek, ugye ez egy próbanap, megnézzük, hogy tetszünk-e egymásnak, tetszik-e a hely, jók-e a feltételek, a körülmények, és én úgy látom, hogy mindenki jól érzi magát. Ha esetleg nem, akkor szóljatok, hogyha valakinek valami nem tetszik, akkor próbálunk rajta javítani. És itt szeretném még megkérni a Horgász Egyesület itt jelenlévő tagjait, hogy egy picit figyeljenek ide, mert az ő saruk az egész, miattuk van ez az egész, mert mi ott találkoztunk, úgyhogy köszönjük szépen a lehetőséget, meg az ismerettséget. És átadnám a szót akkor a polgármester úrnak. Jó, és köszönöm, hogy itt vagytok. Köszönjük szépen, Tünde, jó napot kívánok, sziasztok! Itt van május 1-e, énekszó is. Tehát köszöntse, azt hiszem így hangzott a dal, amit annak idején kívülről fújtunk, és indultunk felvonulni, és ez a retro érzés egy hatalmas dolog. Szerintem itt mindenki úgy van vele, hogy szívesen emlékszik vissza azokra az évekre, legalábbis ebből a szempontból. Tegnap ért véget az érdi piknik, itt az éjjel 5000-en táncoltunk, meg tomboltunk a Well Hello-ra, meg utána egy diszkóra. Most nem vagyunk annyira sok, egyiket elnézést kérünk azoktól, akiknek megzavartuk az álmát, mert tényleg hangos volt a buli, de Érd megmozdult Csipke Rózsika álmából, és kellenek az ilyen rendezvények ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a városunkban. UR 9823 PI 4455. Ezek voltak a rendszámaink. Az egyik a Warburgunké volt, a másik a piros Ladánké. Egyébként apám autószerelő volt, úgyhogy nekem az egész gyerekkorom ezekről szólt, állandóan bütykölt a garázsban, és a motoros meg az autós evolúcióm is végigkísérte a szocialista járműiparnak a remekeit. Emlékeztek még a Merkur korszakra? Mennyit kellett várni egy új kocsira? Meg arra a feelingre, amikor megjött az új Lada mondjuk, és a lakótelepen lehetett mosni, és oda járt az egész szomszédság a csodájára, és irigykedtek. Úgyhogy ez a szocialista járműiparban nem volt Magyarországnak külön autó terméke, de mégis egy fantasztikus színuszgörbét járt be. És ma, hát az Icarus, igen. Azt lehet mondani, hogy visszavágyódunk abból a szempontból ebbe a korba, hogy valahogy a biztonságérzetünk, a jókedvünk, az egész feeling egy picivel talán jobb volt a mainál. Nem mindent kell visszasírni, amit viszont visszasírunk, azt most megpróbáltuk reprodukálni önöknek, nektek. Hála Skripecki Tündének és Köllő Istvánnak. Nehéz volt kiejteni a vezetéknevedet, de van egy remek beceneved, a Traburg Tünde, ami ugye elmondja a lényegét ennek a dolognak. A 360-as virslit nem tudtuk elhozni, csak az 1000-es meg a 2000-es giroszt, meg nincs ingyen sör sem, de lángost is lehet falni, és itt vannak a horgászok is, és tényleg köszönöm Berényi Zsókának, tapsoljuk meg őt is, hogy ringatta a bölcsejét ennek a mai napnak. Azt tudom önöknek, nektek mondani, hogy elkezdtünk azon gondolkodni, mi lenne, hogyha jövőre még jobban kibővítenénk, és az érdi piknik után ez a május 1-e egy igazi fantasztikus retro hangulatban mehetne, és elkezdtünk arról beszélni, hogy megszerveznénk egy nagy ilyen retro autó felvonulást, olyasmi lenne, mint az Érd körbe biciklivel. Most viszont én itt zárom soraimat, mindenkinek nagyon-nagyon jó nosztalgiázást kívánok, a fiataloknak meg azt, hogy ismerjék meg, hogy a apuék meg anyuék annak idején, vagy a nagyfaterék milyen autókkal jártak. Valamikor ezek voltak a csodák, gondoljunk csak vissza például Bújtor Istvánnak az Ötvös Csöpi filmjeire, hogy mit jelentett akkor egy ilyen Lada rendőrautó, amivel elkapták a
hihetetlen elkövetőket. És még lehetne sorolni a végtelenségig, egy fantasztikus kornak a fantasztikus csodái vonultak itt most fel érten. Látom, hogy van Skoda, van Lada, van Papírjaguára, Trabant, a Warburg is itt van. Nem tudom, van ez a Porozsec? Van. Zasztava? Polszki biztos van. És mit hagytam még ki? Skodát nem tudom, mondtam el, tehát szerintem mindenből van egy. Ja, Volga mögöttünk, pardon. A legfontosabb a Volga, amivel annak idején a pártitkár elvtársaik jártak. Szóval, boldog majálist kívánok mindenkinek, kedves érdiek, itt a tavasz, élvezzük együtt, és nosztalgiázunk egy jót, egy csodálatos járműveket megismerve jobban, és ki is lehet próbálni őket, hajrá. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, minden jót mindenkinek.